Ismertem jól a templomot. Ismertem a rituálét. Ha végignéztem magamon, akkor sem láttam mást, mint kívül. Olyan voltam magam is, mint a templom. Kecses, megnyújtott, sima formák. Nem volt egyetlen dísz sem, mert a forma olyan tökéletes volt, hogy nem tűrt meg díszítést. Nem volt semmi, ami fölösleges. Nyúlánk és karcsú volt a testem. Nő voltam, de inkább éteri légies, nemtelen volt a formám. Ovális volt az arcom, megnyúlt koponyám az ég felé mutatott. Nem volt egyedi, sem jellegzetes a külsőm. Szép voltam, mint egy érintetlen mészkő barlang cseppköve. Vagy még inkább, mint egy simára csiszolt cseppkő. Tökéletes formájú edény voltam egy tökéletes lélek számára, amely belül és kívül is ismerte Istent, a szellemiséget. Tudatában voltam utasításainak is. Úgy érzékeltem őket, mintha külvilágból jönnének, én pedig engedelmeskedtem, mint egy gyermek. Ezek a parancsok vezették a munkám, ezek mutatták meg, hogyan épüljön a templom, hogyan épüljön fel társadalmunk. Mindent magasabb rend vezérelt. Nem láttam át teljesen, de belesimultam. Nem volt felelősségem. Rezgéssel, vagyis a szellem erejével gyógyítottam. Nem volt személyes kapcsolatom a betegekkel. Csak a szertartás alatt láttam őket. Nem volt személyes kapcsolatom a többi gyógyítóval sem. Öntudatlan elzártságom és tisztaságom tett képessé a gyógyításra, de nem voltam más, csak egy eszköz. A szertartás kimenetele, gyógyulás vagy halál nem érdekelt. Tökéletes gyermek voltam, gyermeki vonások nélkül. Védett voltam, öntudatlan, tiszta és rezzenéstelen, mivel semmilyen érzelem nem ragadhatott magával. Nem ismertem félelmet, dühöt, gonoszságot, de nem ismertem a szeretetet sem. Tökéletesen szabad voltam, mégis fogja tökéletes világom védettségének. Eddig az első részlet, és a második koronacsakrás fejezetből a részlet. A karma valódi jelentése cselekedet. A szenvedés megtapasztalása előbb vagy utóbb mindenkit a könyörület cselekedeteire indít. Átéltem a fájdalmat, és tudom, mit jelent. Egyetlen pillanatra se felejtem el, hogy a szenvedés nem ért véget attól, hogy az én szenvedésem véget ért. Folyamatosan zajlik a világban, és feladatom, hogy képességeim szerint tegyek azért, hogy jobbra forduljon. Ideje van a gyógyításnak. Ideje, hogy a mérgezettség kitisztuljon. Nem csak a testünkből, de a közös érzelmeinkből, gondolatainkból, és a bolygónkból is. Ne tévesszem meg az elkülönült test illúziója. Hiába szabadultam meg a szenvedéstől, mert amíg te szenvedsz, én is szenvedek. Ezen a szinten a világ megnyílik. Egységet élhetsz át. Nem csak egyén vagy, de az emberiség része is. Megnyílik a szíved magadra és másokra, ami lehetetlenné teszi az ítélkezést, mivel az életet folyamatában és kapcsolatok összefonódásában látod. Innen nézve a legnagyobb sötétség is csak átmeneti állapot, és nem végállomás. Ennyit szerettem volna nektek felolvasni. Fogadjátok szeretettel. Nincsen kedvenc részletem, mert az egész könyvet egyben tartom gyönyörűnek. Csodálatosnak tartom azt az utat, azt a fejlődési ívet, amelyet bemutat ez a könyv. A léleknek a fejlődési útját életeken át. Márpedig egy utat jól jellemez, a kezdőpontja és a végpontja.
azt, ahonnan elindul az utas, és ahová megérkezik. Láttátok már a tartalomjegyzékét? A könyvnek. A legelső fejezet címe Koronacsakra. És a legutolsó fejezet címe is Koronacsakra. És a két koronacsakra között óriási különbség van. Hogy miben? Azt majd válaszoljátok meg ti magatoknak.